Mit gondol, mi a magyarázata annak, hogy három napon belül ennyire két arcú Fehérvárt láttunk? Nem tudom, megmondom őszintén. Ugye kérdezi majd a média is, hogy értékeljem ezt a meccset, de ezt a meccset nem lehet értékelni. Én csak egy csapatot láttam a pályán, különösen az első fél időbe, ha kapunk négy gólt, egy szót se szólhatunk. Volt ennek bármi előjele? Nem éreztem. Talán a napi edzésen egy picit, de ebben nem mennék bele. Hármat is cserélt a fél időben, lehet, hogy ötöt is tudott volna akár cserélni. Mire próbálta felhívni a játékos egy figyelmét, mert a második fél időben már nem akarom igazolni, de voltak olyan pillanatai, amikor a Fehérvárnak benne volt a játékában a gól. Akár tizet is lehetett volna cserélni, most emellett három ember mellett döntöttem. Ha srácok nem akarnak futballozni, akkor akárki az edző, nem is lesz ebből eredmény se futball. De miért nem akar valaki a Fehérvárnál játszani? Ezt meg kell kérdezni tőlük. Megkérdezi tőlük? Meg. És milyen válasz vár tőlük? Ez nehéz erre válaszolni. Azért kérdezem, mert amikor ide... Sokadik edző van itt, tehát ezt tisztán kell látni. Ez az utóbbi három évben ez van a MOL Fehérvárnál, hogy van egy jó eredmény, akkor elhiszik, belekényelmesednek. Nem ezt a reakciót vártam, mert természetesen a Fradiból lehetett volna építkezni, de úgy látszik, ez egy ilyen bevett szokás itt, de ezen változtatni kell, úgyhogy nagy takarítás kell, amikor eljön majd az átigazolási időszak, ezt majd úgy a vezetők eldöntik. Nyilván önnek is van beleszólása. Számtalan olyan játékos van ebben a keretben, akik évek óta itt játszanak a Fehérváron, sőt olyanok, akik önnel játszottak ebben a Fehérvárban. Kell egy olyan generációváltás, hogy új alapokra kell helyezni ön szerint a Fehérvárt? Abszolút, ezt szerintem mindenki látja, tehát ez a vergődés, ez elfogadhatatlan, úgyhogy a sportigazgató majd sok fog múlni, hogy nyúl bele, de az biztos, hogy bele kell, és elég mélyen a keretbe.